Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Székely Konyha. Az utóbbi két évben nagyon sok konyhán forgattunk, nagyon sok érdekes és értékes emberrel ismerkedhettünk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy Székelyföld gasztronómiája fellendülőben van. Ezekből láthatnak most válogatást. Görög gyümölcsleveset kezdeném is. Az összetevő benne friss banán, szőlő, déli gyümölcsök, illetve koktél cseresznye. Ennek az elkészítése módja, mivel hidegen készül, először a gyümölcsöt tesszük egy edénybe, amiben tudjuk keverni, majd vaníliás cukrot és cukrot adunk hozzá, ízlésnek megfelelően. Ez amúgy is cukros, nem? Tehát a ez enyhén cukros. Hogyha valaki édesebben szereti. Kevés 100%-os rostos gyümölcslével, erre leginkább a barack alkalmas, felöntjük. Egyelőre csak keveset kell mindenképpen, hogy elkeverjük benne a miért a barackli? Vaníliás cukrot. Az harmonizál vele. A narancslé, a 100%-os narancslé savanykássá teszi. Értem. A barackli viszont édesebb. Uh-huh. És így harmonikusabb lesz az étel. Tehát, amikor beletettük a gyümölcslevet is, kétharmad gyümölcsléhez körülbelül egyharmad mennyiségű főzőtejszínt öntünk. Igen. Ezt óvatosan csomómentesre elkeverjük benne. És ezt gondolom be a hűtőbe, ugye? Hogy egy van. Picit pár perc hűtés legyen. Után, de mivel az alapanyagaink eleve hűtve vannak, akár tálalható is. Ki is fogom tálalni. Mennyire szeretik itt a vendégek ezeket ez a gyümölcsleveseket? Tényleg? Főleg amióta már végre van egy kis nyarunk is, azóta nagyon nagy előszeretettel fogyasszák a teraszon. Hát ez csak ugyan könnyen elkészíthető. Három perces leves. Bárki otthon is elkészítheti. Ami nagyon fontos benne, az a vaníliás cukor mennyisége, illetve a tejszín mennyisége. Nem szabad túl tejszínezni. És egy koktél cseresznyével díszítjük. Hát ez gyönyörű. És lényegében akármilyen gyümölcsel lehet készíteni, nem? Tehát, hogyha most málna van a kertben, akkor akár málnát lehet, de igazából a bármilyen. A helyi gyümölcsökkel is el lehet készíteni. Elkészítjük a főételt. Mi is lesz ez? A plébános fatányírus a ház specialitása. Jó, ez hogy készül? Milyen húsból? Sertésfehér karajból. Kivágjuk, kipotyoljuk a húst, bepanírozzuk. Tehát akkor panírozva, nem? Panírozva, igen, és akkor megsüssük, akkor jön rá egy sajtot reszelünk, és egy fokhagymás öntet, az is a ház specialitása. Hát az se lehet rossz. És milyen körettel tálalják? Hasábburgonyával. Hasábburgonyával. Igen. Jó. Jó, akkor fel kell szeletelni, látom, a fehér karajt, ezt így meg lehet venni a hentesnél, az ember felszeleteli, és láttam megint egy ilyen kis cselt, hogy úgy mondjam, hogy miért ezzel? Azért, hogy nem törik szét, nem törik össze a hús. Tehát egy réteg szépen, végül is. Igen, szépen ki lehet potyolni vele, nem törik, nem törik össze. Na, hát én azt szoktam mondani, hogy minden műsorban tanulok valamit, ilyet még nem láttam, nem. Hogy így potyolni a hús, de tényleg nem, nem törik össze. Ötletnek. Bent maradnak a rost. És ez egy adag? Igen, ez egy adag. Ez nem kicsi. Össze van keverve a fűszer, só, bors. Igen. Befűszerezzük. Jó. És akkor először egy kis lisztbe, ugye? Lisztbe, tojásba, s akkor a rézdbe. Igen. És ezt mióta lehet itt a plébános, specialitás plébános hát tálat rendelni? Szerintem mióta a vendég. Amióta a vendégnöveg van, igen. Szerintem, igen. És ezt itt a szakácsok találták ki, vagy a tulajdonossal közösen? Hát igen, azt hiszem, hogy igen. Hát
Hát ez is egy jó kis hagyományos székely étel. Ez valószínűleg azért sokan rendelik, főleg férfiak közül. Igen, igen. Ez így elég van készítve. És akkor süssük. És akkor a hús megsült, ahogy láthattuk, mitre szevünk rá? Sajtot. Kemény sajtot, igen. Közben itt a leves is fő, ha jól látom. Remizel. Jó. Sajtot lereszeljük, és akkor most már van egy zósza tetejére, a plébános zósz. Igen, ez hogy készül? Ami majonéz, tejföl és fokhagyma. Fűszer, fehér borsó. Elég egyszerűnek tűnik, de ugye amúgy isteni az illata, tehát gondolom, hogy sokan szeretik. És még Jolánka tesz nekünk egy kis díszítést ide. Hát ez így nagyon szép. Jó étvágyat hozzá. Az adás második felében újra Gyergyó Szent Miklósra látogatunk, ahol ezúttal a Rozmaring vendéglőben forgatunk. Azt szeretném megkérdezni tőled elsőként, hogy mit fogunk ma főzni? Milyen menü sort találtál ki? Egy halászlevet pongyból és betétnek tiszta menü. Főételnek szaporói csirke mellett nokedlivel. Desszertnek a tehintúrós gombócot fogunk találni. Akkor most mondjuk el a nézőknek, hogy hogy készült a leves. Azt azért elárulnánk, hogy időszűke miatt te már megfőzted. Igen. De hogy mi jár bele, vagy hogy készítse valaki, hogyha otthon ez ilyen szegedi halászlé? Vagy... Hát igen, hasonlít a szegedi halászléhez. Zöldségek kellenek. Paradicsom, paprika, hagyma, sárgarépa, és halcsontok. Micsoda? Halcsontok, a halgerincek. De ezt ugye együtt összesített? Együtt összekeltük. És nem kell olajon megpirítani valami? Nem, ezt meg kell főzni. Igen. Elég hosszas folyamat, amíg megfőződik. Utána ez mit jelent, hogy hány óra? Egy olyan 3-4 óra, amíg minden ízek összefőnek. Majd amikor kész van, akkor át kell passzírozni. És az alaplébe majd belekerülnek a halfilék. Amikor melegítődik. De ezután már könnyű, miután megvan az alaplő, azután már csak belefőzi az ember a filéket. Készítettél ki ide halfiléket? Milyen hal volt? Merlucius. Merlucius. Hegyfilé. Strongból is lehet csinálni, és az a legjobb, hogyha többféle halból főződik meg az alaplő. Úgy finomabb. Igen, finomabb. De ezt sokszor hallottam szakácsoktól, hogyha többfélét teszünk valamihez, akkor sokkal finomabbak. Igen, az ízek jobban összeérnek. Az ízek. Igen. Jó. Hát akkor lényegében ez már könnyű. Ezt csak fel kell melegíteni, igen, és bele kell főzni, gondolom. Hány percig kell főzni a halat? Hát a halfélét azt 5 perc alatt bele lehet főzni, mert ez puha, hamar megkészül. És ugyanígy le lehet fagyasztani, tehát hogyha valaki nagyobb adagot készít, igen, akkor igen, lefagyasztja le lehet fagyasztani. És előveszi holnap után, és megfőzi. Jó, akkor készítsük el. Jó. Tehát akkor a főételről ejtsünk pár szót. Mi a neve? Szaporói csirkemell. Szaporói csirkemell. Mi jár hozzá? Csirkemell, vaj, gomba, kukorica, tejszín, ízesítésnek körépor majd a végén. Köri. Én ezt rizsbe szoktam tenni néha. Igen, nagyon jellegzetes és nagyon finom íze van. A folyamatot azért mondjuk el, ami előbb hozzáfognánk, mert hogy nem tűnik nehéznek. Nem nehéz, egyszerűen el lehet készíteni, a csirke mellett fölcsíkozzuk, vajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a gombát, a kukoricát, és tejszínnel besírítjuk. Hát ez igazából nem. És akkor csipetkével szoktátok igen, tálalni, de rizssel is lehet. Rizssel is lehet, akár. Igen.
a vajat oda tesszük olvadni. És miért vajjal főzöl? Van, aki olaj, az olajat szereti. Igen, de a csirke mellett azt jobb vajjal csinálni, mint olajjal. Még a vajunk megolvad a csirke mellett, fölcsíkozzuk. És még amíg vagdosod, nekünk mondd el, hogy még milyen étkeket tanultál. Mondjuk csirkemellből hányfélét lehet elkészíteni? Csirkemellből sokat lehet szószokkal, natura megsütni és sajtmartással például tálalni, vagy sokféle tölteléket, gyümölcsel is meg lehet tölteni, aszalcilla, barack, vagy csak sajtot, sonkával, gombával, bármivel meg lehet tölteni. Csak ki kell találni. Igen. De hányfélét tudsz készíteni? Körülbelül, körülbelül egy 50-100-at. Most. Hát azért nem egy átlagos háziasszonynak a tudásával érez fel. Amíg a csirke mellé megpirul. Sót nem kell ilyenkor hozzá tenni? Később? Sót azt csak majd a végén szoktam fűszerezni. Melyik a kedvenc csirke? Ételed, csirkéből készült ételed? Nekem az aszalcillával és kamembertel töltött csirke mellett a kedvencem. Alfonyával, martással. Azt szereted a legjobban. Igen. Hát az sem tűnik rossznak. Következő alkalommal meg elkészítjük, elkészítjük azt? Elkészítjük, igen. És azt... akkor megígéred azt is, hogy a halászlevet kint bográcsban fogjuk megfőzni, és megígéred, jó? Most egy picit időhiányban vagytok, mert mondtátok, hogy készültök, a keresztelő is igen, lesz a hétvégén. Igen, lakodalom. Lakodalom is lesz, úgy a csirke mellünk annyira megkészült, hogy hozzáadjuk a gomba. Tehát amikor kezd fehéredni a csirke mell, akkor már úgy félig igen, megvan, akkor ugye? Már félig megvan. Puha hús és hamar meg. De már lehet érezni az igen. illatát. És tényleg vaj, vajon pirítva, vajon teljesen pirítva más. Most hozzáadjuk a kukoricát is. Tehát ez ilyen akár konzerv kukorica konzerv, is, ugye? Konzerv is, igen. Miről itt bármilyen lehet. Egy pár perc és hozzáadjuk a tájszínt, és majd fűszerezzük. És beletesszük a tájszínt. Sót. Borsot. És a körét a legutoljára. A körétől ilyen szép sárga. Szép sárga színe lesz neki. Evel el is készültünk. Most megmelegítjük a köretet mellé. Ezt is tejszínnel? Igen, azért ne száradjon ki. Értem. És a csipet kérdezni, gyorsan mondd el, hogy hogy készíted, mert ezt is előre főzted. Igen. Tehát, hogy hát, liszt? Liszt, tojás, só. Igen. És tényleg bele csipegeted? Ezt szaggattam. Igen. És akkor most következzen a főzés legkellemesebb része, a tálalás. Először a levessel? A halászlével kezdjük. Halászlével kezdjük. Bográcsba tálaljuk. Az illat az isteni. Kis citrommal megdíszítjük. Leves tálalásával elkészültünk. És akkor, hogyha valaki gondolja, akkor tehet hozzá tésztát. Én ezt igen. még sehol nem láttam könyvben, hogy halászlé mellé tésztát, de hogyha valaki egy tál ételt szeretne, igen, igen, akkor az ilyen jó bőségessé teszi. Jó sűrű lesz tele. Főételt is kitáloljuk. Ez is egy külön mesterség különben, a díszítés művészete, ugye? Számít szerinted, hogy hogy néz ki a kaja? Az étel, hogyha jól néz ki, az már egy fél siker. Ugye? Igen.
csirke mellett jó szoftosan, ne legyen száraz. Uh-huh. Hát a körítől csak ugyan nagyon-nagyon színes. Igen, színessé vált és gusztusossá. Egy kis zöldet még rá teszünk. És készen is vagyunk. Kedves nézőink, most egy olyan süteményt fogunk bemutatni, amely nem mondható épp hagyományosnak Csíkszeredában, amerikai muffint fogunk sütni. A sütésben segítségünkre lesz Tódor Klára. Szervusz, Klára! Szervusz! Milyen muffinokat fogunk sütni ma? Most csokis muffint fogunk sütni, és barackos muffin. És úgy amúgy még milyeneket lehet kapni Csíkban, hogyha valaki szeretne? Amúgy még sütünk almás fahéjast, meggyes csokist, citromost, répatortást, amiben van mazsola, dió is, nagyon finomak. Elég színes a választék. Jó, hogy kell elkészíteni egy ilyen muffint? Mert én őszinte legyek, nem tudom. Tehát én nem szoktam sütni. A muffin az kevert tésztából készül, apró sütemény. Mindenféle elképzelhető hozzávalóból el lehet készíteni, hogy a jellegzetes formáját elnyerje, ilyen muffin formába sütjük. És hogyan kell mondjuk hozzáfogni, hogyha valaki nem tudja otthon, hogy mit is kell előkészíteni, mi jár bele? Hát előkészítjük a lisztet, itt van a liszt, igen, a cukor, igen, megüssük a tojást, a tojás le van fertőtlenítve, külön üssük, röpké, hogy lássuk. Igen. Igen, beletetjük a tojást. Tehát akkor a cukrot kikeverjük a tojással. Tojással jó habosra. Itt a kevert tésztát szokták általában. Jó habosra. Gondolom jó habosra, ugye? Igen. Olaj. Hozzámérjük az olajon. Akkor ez elég egyszerűnek tűnik különben, tehát akkor nem kell szétválasztani a tojásfehérjét. Nem kell külön választani. És elég gyorsan is elkészül, hogyha, ugye? Elég hamar elkészül. Mármint magának a tésztának a megkeverése az. Hozzátöltjük az olajat, az olajjal újra megkavarjuk. Igen. Igen. Jó. Tejet töltünk még hozzá. Tehát olajat is, tejet is. Olajat is, tejet is. Megvan mindenhez a bizonyos mennyiség, amennyi jár hozzá. Akkor joghurtot teszünk, hogy finomabb legyen is az a... Igen. A lisztbe még belejön a kakaó. Azt összekeverjük a lisztbe. A reszelcsokit azt csak majd a végén tegyük bele. Jó. Jó. És akkor nagyjából ezzel kész is vagyunk. Tegyük a sütőpor is. Igen. Vagy sütőpor, vagy szódapor hozzáadásával. Igen. Azt a liszthez hozzátesszük. Igen. Jó. Általában. De akkor ez micsoda? Szódapor, sütőpor, mind a kettő? Egy pici só, igen, mindegyikből mind egy a pici. Kettőt. És akkor nem szoktátok felfuttatni citrommal? Nem szükséges. Nem szükséges, de ha csak szódaporral dolgozunk, akkor érdemes felfuttatni. Mert egy kevés só. Jó. Egy pici só. Jó. Igen. Jó. Így kavarjuk szépen csomómentesre. Jó. És mikor szépen elkavartuk simmár, akkor beletegyük a reszelt csokit. Beleteltem? Igen, köszönöm. Jó. Én is csináljak valamit. És akkor most rakjuk ki. És így szoktuk rakni. Ez a... Aha. Kéne lecsöppenni. És ennyi elég? Köszön. Így fel fog nőni? Ettől? Nem elég, egyszer így rakok mindegyikben, csak akkor még egy kicsit. Tehát egyformán el kellene osztani, ha sikerül. Azt azért még megkérdezem, hogy tehát ezeket kirakjuk, nem kell ezt így állni hagyni, hanem rögtön be lehet rakni a forró sütőbe. Előlem meregített sütőbe kell, 180 fokon, 20-tól 25 percig. Értem.
Ezt most félretesszük, azért kavarjuk be a barackost is. Jó. Elkészültek, most vigyük a sütőbe. 180 fokra elő van melegítve a sütő. 20-25 percet sül, azután a csokist kidíszítjük csoki chipszel, a barackost pedig fehér csoki sajtkrémmel, és a tetejére barackot teszünk. Biztos Isten ilyen fog kinézni. Biztos. Most tesszük be a sütőben. Megsült a muffin, most kivesszük. Nagyon forró, kell vigyázni. Így, az a csokis. Ez a barackost. A csokira most melegen rátegyük a csoki chipset. A barackos viszont kell maradjon 10 percet, és azután tudom kidíszíteni. Erre ilyen kicsi csoki chipseket teszünk. Ez így beleolvad is, nagyon finom. Kedves nézőink, ez volt a Székely Konyha, táplálkozzanak tudatosan, és keressék a helyi termelők termékeit. Minden jót kívánok, tartsanak velem a továbbiakban is, viszontlátásra!